Cseh Laci és Sors Tamás, a szerencsés egyetemisták. Fejbe is karmat kell tartani magam, nem csak testileg. Közel 900 millió forint talált gazdára az ötös lottón. Ha-ha! Gratulálunk! Régi idők vendéglátása. Aki ide belép, hagyjon fel minden reménye. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. Ma itt Óbudán, a Kródi negyedben játszunk a sorsi egy csomagokért. De önök is nyerhetnek velünk, nem sokára elkezdjük felvillantani a mai szerencse szó betűit a jobb felső sarokban. Ha felírták az összes betűt és megfelelő sorrendbe helyezik őket, akkor megkapják a megfejtést, mely ezúttal utolsó riportunk témájához kapcsolódik. Viszont addig nekünk is van egy feladatunk, mi is az? Hát az, hogy játszunk. Első játékosunk Márta. 50 másodperc alatt 5 kérdést fog kapni Gézától. Minden egyes helyes válasza már egy biztos nyeremény, egy ilyen sorsélcsomag. Hogyha időn belül vagyunk és nem tudja a választ, akkor visszatérhetünk rá, hogyha passzol. Zsuzsi, indítsd az órát! December 1-én született Vörös Marti Mihály koszorús költőnk. Melyik nem az ő műve? Szózat, Csongor és Tünde vagy Huszt? Hát a húszt. Az nem az ő mémet, Kölcsey Ferencé. Kiről nem neveztek el ételt? Eszterházi gróf, Jókai Mór vagy Puskás Tivadar? Puskás Tivadar. Két jó válasz. Ma van a Magyar Rádiózás napja. Játék és muzsika, de hány percben volt a sikeres műsor címe? Játék és muzsika. 10 percben, 3 jó válasz. Melyik játékkal nyerhetünk naponta 1 milliárd forintot? Hát ezt nem tudom. Szerencsejáték, biztos ismeri. Na mindegy, passzoljon nyugodtan. Melyik két kerület található Óbudával szemben, a Duna másik oldalán? 13. kerület. Igen. És a negyedik. És a negyedik, így van. Gyerünk vissza, hogy melyik játékkal nyerhetünk naponta 1 milliárd forintot? 1 milliárd, nem tudom. A lényeg az, hogy naponta lehet nyerni. A Kenóval. Nem figyelte a tévében. Egyébként a sorsolásokat. Egyébként eszembe jutott, csak nem jutott eszembe a neve. A neve szóval a játéknak. Igen. Na most már megjegyzi, hogy Kenó. Így is volt 4 jó válasz, Márta, gratulálunk. Köszönöm. Parancsoljon, ez pedig a nyereménye. Nagyon-nagyon sok szerencsét kívánom. Köszönöm. Lehet kapargatni estig. Megszületett a 9. ötös lottóteli találat ebben az évben. Gratulálunk, és lássuk az elmúlt 7 nap nyeremény híreit. Az ötös lottón az egy darab teli találatos tulajdonosa 892 millió forintot nyert. A hatos lottón a 46 darab ötös 325 ezer forintot fizet. A skandináv lottón a 68 darab hatos több mint 320 ezer forintot ér. A Jokeren 4 szerencsés gazdagodott 1 millió 300 ezer forinttal. A Luxorban a 2 darab teli találatos tulajdonosa 3 millió 675 ezer forintot vihet haza. A Totón 1 szerencsés az összes meccs végeredményét eltalálta. Nyereménye több mint 13 millió forint. Az Eurojackpot 4 darab 5 plusz 1-esének köszönhetően a nyerteseknek bruttó több mint 376 ezer euró ütötte a markát. Múlt heti szerencse szavunk a ponty volt. Tímár Kornélia budapesti játékosunk a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 7 darab sorsécsomaggal gazdagodott 7000 forint értékben. Gratulálunk! Egy hete adták át az év egyetemi sportolója díjakat a Magyar Sportházában. Több mint 50 hallgatót jutalmaztak, köztük Cseh Lászlót vagy épp Sors Tamást. A Szerencsejáték ZRT elnöke pedig azokat az intézményeket jutalmazta, akik egy szeptemberi sportnapon a legtöbb hallgatót tudták mozgásra bírni. Ugrókötelezés, dekázás, pingponglabdával is rengeteg fekvő támasz. A kora őszi esemény 7 egyetem összefogásával és többek között a Szerencsejáték ZRT segítségével valósult meg. Az az esemény, amit mi most konkrétan támogattunk, az 35 ezer diákot mozgatott meg. Nem egy egyszeri eseménynek gondoltuk ezt az idei támogatást. Szeretnék ezt egy tartós kapcsolatot tenni. Remélem, hogy jelentősen hozzájárulunk a magyar sporthoz, és egyre inkább szeretnénk nyitni, és próbálunk nyitni a tömegsport irányában is. Az Egyetemi Főiskolai Sportszövetség 2016 legjobb sportolóit is díjazta. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sport egy nagyon élénk és nagyon sikeres évet zár. Alapvetően ugye egy olimpiai évben vagyunk, az olimpiákon résztvevőknek 70%-a körülbelül köze van a felsoktás, köze van az egyetemista léthez. Azon kívül rengeteg egyetemi világbajnokság, Európa-bajnokság, egyetemi játékok voltak az idén. Sors Tamás idén a riói paralimpián ezüstérmet szerzett. Emellett jogot hallgat.
Most nekem egyelőre nyilván az úszás volt egy kicsit előtérben, és az iskola volt ilyen perifériában, most viszont ez meg felcserülődik nálam, most az iskolát szeretném jobban erősíteni, és most egy kicsit az úszás kerül perifériára. A fiatal sportolók között Cseh Lászlót is díjazták, aki a Műegyetem hallgatója. Ebben az egyetemet és a sportot nem tudom könnyen összeegyeztetni, de igazából több energiát inkább a sportba fektettem. Ha nem muszáj, akkor nem tanulok, de én úgy érzem, hogy azért fejbe is karbat kell tartani magam, nem csak testileg, úgyhogy fontos az, hogy egyetemre járok, és azért vannak dolgok, amiket meg kell tanulni. Második játékosunk szintén Márti, a szabályokat már ismered, Zsuzsi indít az órán. Ma lett 81 éves Woody Allen filmrendező. Melyik nem az ő filmje? Süti, nem süti, 8 és fél, vagy Annie Hall? Talán az első. Az az ő filmje, a 8 és fél nem az ő filmje. Melyik kávéházban szövegezték a 12 pontot 1848-ban? Az a Pilvax. Egy jó válasz. Melyik sportág kiválósága Sors Tamás paralimpikon? Úszás. Így van, két jó válasz. Melyik lottójáték nyerőszámait sorsolják vasárnap? 5-ös, 6-os. Melyik? 6-os. 6-os lottó, 3 jó válasz. Szombat az 5-ös. Sorolt fel a hagyományos gulyásleves legalább 5 hozzávalóját. Hát marhahús, krumpli, paprika, víz, répa. Igen, két meg a répa is ment bele. Elfogadom, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 jó válaszod van. Gratulálok, Márti. Köszönöm. Nagyon szép nyeremény, 4 darab sorsércsomag, mind a tiéd. Mind az enyém. Persze. Sok szerencsét. Ezek a Mártik ma nagyon szerencsések voltak. Térjünk vissza most nézői játékunkra. Mostanáig a szerencse szó összes betűjét felvillantottuk. Hogyha megvan a megfejtés, akkor összesen 8 darab sorsércsomagot nyerhetnek, hiszen mai két játékosunk ennyi helyes választ adott. Megfejtéseiket pedig vasárnap éjfélig várjuk a szerencsehiradókukat szerencsejáték.hu e-mail címre. Nagyon-nagyon sok szerencsét! Hajrá! A 18. század eleje óta a kávéházakban az emberek egymást különféle szerencsejátékokkal szórakoztatták. A kereskedelmi és vendéglátóipari múzeumban vagyunk, mindjárt betekintést nyerünk a korabeli szokásokba. Dezső, kérem vezessen körbe minket! De belép hagyjon fel minden reménnyel, mert a legkülönbözőbb színes katuláktól, a mézes kalácsoktól és a csizmáktól kezdve a szocializmus korának a televízióig és régi bevásárlókosaraig nagyjából mindennel találkozhat, ami a nagyszüleink, szüleink és a mi saját fiatalságunk a világát jelentette. A korabeli cukrászattól kezdve a szállók és vendéglők világán át a kávéházak tárgyait, emlékeit is megtalálhatjuk. A játék a kávéházi világ fontos kelléke volt. A legfontosabb játék a biliárd volt, ami hát most itt a mi témánk szempontjából nem annyira izgalmas, mert az nem szerencsejáték, habár játszották pénzbe, és voltak úgynevezett kozákok, biliárd virtuózok, akiknek az volt a fő tevékenységi körük, hogy megkapasztották a gyanútlan vidéki, magát jó biliárdozónak gondoló szerencsétlen pácienseket. A pénzben illegális játékokat űző vendégeket már akkor is üldözték a törvény emberei. Ennek a legegyszerűbb kivédési módja az volt, hogy a játékosok átnevezték azt a játékot. Úgyhogy amikor jött a policáj, és kezdett ott keménykedni, hogy tudtam, hogy volt tiltott szerencsejáték, és majd most mindjárt viszlek a karcerba, akkor ezek ártatlan pofával nézték, hogy ők, hát de hát ők nem játszanak nasivasit. Hát ez nem az, hát ezt nem így hívják. És akkor most mit tud ilyenkor csinálni a policáj, ugye? Hát semmit. A múzeum legszerencsésebb tárgya ez a tányér, ami egy porcelán nagy kereskedő katalógusa volt. Egy étterem vagy hotel ennek segítségével rendelhetett tányérokat. A tárgyért a múzeológus egy sötét vasúti peronig vándorolt. Ezt én egy internetes ócskapiacon pillantottam meg, és két másodpercig se gondolkoztam, azonnal lecsaptam rá, egy jelentősebb összegért, mi tűrés, tagadás. És mint egy angol krimibe úgy kellett érte mennem a vidéki eladóval randevúzni egy vasúti peronon, és pulóverekbe és pukanós fóliába bónyálva, keblemhez szorítva, jöttem vele reszketve az a téli Budapesten, hogy nehogy eltörjem, mert ilyen soha többet nem fog még egyszer előkerülni, ez egészen biztos. Hogyha nagyon nagy szerencse kell tárgy bekerüléséhez, akkor ez egy ilyen történet. Kedves nézőink, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu, illetve a szerencsehiradó.hu weboldalakon. Várjuk Önöket a jövő héten is itt a Dunán, addig is nagyon sok szerencsét, a viszontlátásra! Viszontlátásra!